Köszönöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. szeptember 19-én este 19:30-tól. Online rengetegen, személyesen szinte senki, meglepően kevesen voltak a belvárosi munkákat boncolgató lakossági fórumon. Kiosztásra kerültek a Pécsiné átsorolt a díjak, idén Török László és Nagy Ferencnét jutalmazták. Szeptember 1-e óta tanít, Kaliforniából érkezett az új angol nyelvtanár a belvárosiba. Szűk érdeklődés övezte azt a lakossági fórumot, mely a közösségi oldalon olvasott felháborodások és félreértések tisztázása véget szerveztek. Fő témaként a templomtéri munkálatokról, valamint az óvoda építésről volt szó. Alig néhány lakos vett részt azon a több soron is meghirdetett lakossági fórumon, melyet Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő hívott össze, hogy tisztázódjanak azok a belvárost érintő kérdések és kétségek, melyeknek közösségi oldalakon adtak hangot a város lakói. Első körben a Szentháromság tér felújítási munkálatait vették számon, melyről dr. Bábel Balázs is szót ejtett, és elhesegette a szóbeszédet, de hosszabban Vörös Márta fejtette ki gondolatait. Kalocsának, azt a nagyságának a visszaadása, annak az érseki városnak a jelentőségének, történelmi jelentőségének a visszaadása a cél. Majd kitért arra, hogy a folyamatosan zajló régészeti munkát az érsekség végezteti, és ennek helye van itt Kalocsán. Sokan nem értik, vagy nem tudják, mi oka, esetleg mi értelme van ezeknek a munkálatoknak. Hogy a téren szükségképpen régészeti munkát kellett végezni, de az nem egy öncélú volt, hogy most megnézzük, mint a templom mellett, hogy a templom, a régi templom hol fekszik. Ha a történelmi területen már pedig a város központja az, 40 centi alá lemennek, komoly megalapozást szeretnék készíteni, akkor szükségképpen ki kell hívni a régészeket. Ez mindenkire vonatkozik, tehát ha akartuk, ha nem, oda régészeket kellett hívni, és hát így legalább föltárul az a rész is. És a másik pedig talán nem értik, hogy hogy van az, hogy egyszer kapunk egy engedélyt, utána visszavonják. Miről van szó? A mi múzeumunk az, az Asztriceum egyedül egyelőre az egyházi múzeumok között, amely teljes értékű múzeum. Vagyis restauráltathat és régészeti munkákat végezhet. A keresztény múzeum Esztergomba igazából csak egy nagy gyűjtőhely. De a miénk az egyedül, amely restauráltathat és régészeti munkákat végezhet. Na most ez érdekében ütközött, mert eddig a megyékre volt bízva. Most ebből adódott az, hogy mérhetetlen mennyiség pénzt fizettünk a föltárásokért, ami effektíve csak egyötöde volt annak, amit ilyen-olyan címen még pluszba ki kellett fizetni, és nem maradhatott volna itt törvényes sem, amit mi megtaláltunk. Mert ők igényt tartottak volna rá, már az is egy nagy küzdelem volt, hogy idehozhassuk. Ám miután egy önálló múzeumunk van, amit itt találnak a régészek, azokat itt is lehet megtekinteni. És bár meglepő módon nagyon kevesen voltak jelen, sokkal kevesebben, mint a közösségi oldalakon hozzászólók, a lakossági fórumon az ott feltett egy-két kérdés és az internetes oldalakon olvasott felháborodások mind választ kaptak az illetékes képviselőktől. A hagyományokhoz híve most is a Paprika Fesztivál megnyitóját követően került sor a Pécsiné átsorolt a díjak átadására. Idén két ember részesült a kitüntetésben, Török Lászlót és Nagy Ferencnét jutalmazták hagyományőrző munkájukért. Pécsiné átsarolta a tanítónő és néptanító. Munkájának köszönhető, hogy létrejött a Viski Károly Múzeum, melynek igazgatója is volt. Munkásságában a fő hangsúlyt a néprajzi, elsősorban a népművészeti gyűjtemény gyarapítására helyezte. Néprajzi kutatásait a két kiadást megért Kalocsa népművészete és a népi gyerekjátékok Kalocsa környékén című kötetben jelentette meg. 1967-ben megalapította Tóth Ferenccel a Kalocsai Népi Együttest, melynek első vezetője volt.
Közel 20 éve már minden évben átadásra kerül a nevét őrző díj, melyet mindig olyan személyek kapják, akik munkájukkal a kalocsai népművészet hírnevét öregbítették, a hagyományainkat ápolták. Ez most sem volt másképpen, így a 28. Paprika Fesztivál nyitó ünnepségét követően átadásra kerültek idén is a díjak. Elsőként Nagy Ferencné, kapitány Julianna, népi iparművész szólították a színpadra, aki magas szintű népművészeti alkotó tevékenységéért vehette át a díjat. Megtanulta tervezni, írni, pingálni, hímezni a népi motívumokat. 1964-től nyugdíjazásáig a háziipari szövetkezet tagjaként tevékenykedett, ez idő alatt kapta meg a népi iparművész igazolványt. A népviseletbe öltözött személyek egy részének rúa darabjait ő tervezte, másokét hímezte. Pingálását már világszerte megcsodálhatták, hiszen Milánóban az Expon, Bécsben a Magyar Nagykövetségen, Berlinben, de az itthoni rendezvényeken, Szentendrén, és természetesen a mi városunkban is oly sokszor megmutatta tehetségét és elkötelezettségét a kalocsai népművészet iránt. Ezt követően Török László vehette át az elismerést, aki a néptánc mozgalom dokumentálásáért részesült a kitüntetésben, hiszen a kalocsai népi együttes fennállásának 45. majd 50. évfordulóján közel egy órás filmet készített. A 45. jubileumi megemlékezésre elkészítette saját költségén a Kalocsai Népi Együttes 45 év, 45 percben című videó összeállítását. Az idei évben ő kezdeményezte és meg is valósította egy nagyon alaposan átgondolt és kidolgozott 50 perces összeállítást városunk néptánc történetéről az 50 éves együttes tiszteletére. Perics Istvánnal gyűjtötték az anyagot, régi táncosokat is felkeresve és ezernél is több dokumentumból, fotókból, újságok, oklevelek, tárgyi emlékek, prospektusok, mintegy 720 képet helyeztek el a filmben. A díjazottak oklevelet és a Farkas Tibor kalocsai szobrász által készített kalocsai lány nevet viselő szobrot kaptak. Egyenesen Kaliforniából érkezett Kalocsára a belvárosi általános iskola új angol nyelvtanára. Nicholas Andrew Torres természetesen anyanyelveként beszél angolul, így hatalmas segítséget nyújt a gyerekeknek az idegen nyelvi tanulásban. A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola belvárosi tagiskolájában nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvi oktatásra. Az ehhez megfelelő angol nyelvtanárt régóta keresték, ám most sikerült megtalálniuk, hiszen bemutatásra került az új pedagógus, aki egyenesen Kaliforniából, a nyugati partról érkezett városunkba. Kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy anyanyelveként beszél angolul, mert a gyerekek tanítása során a kiejtésükben nagy segítséget jelent. Nicholas Andrew Torres már megkezdte a gyerekek oktatását, úgy érzi, gyorsan beilleszkedett az iskolába, illetve a városba egyaránt. Szeretem Kalocsát, szeretem Magyarországot, itt az emberek barátságosak, és a város is nagyon szép, nagyon tetszik a város történelme is. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. A külföldi pedagógus érkezését, mely egy pályázatnak köszönhető, közel egy éves munka és szervezés előzött meg. Az új pedagógus elmondása alapján a munkatársai és a gyerekek is nagyon kedvesek vele, jól érzi magát városunkban. Ezért választottam Kalocsát, mert vidéken szerettem volna tanítani, nem Budapesten. A mindennapi dolgos emberekkel szeretnék találkozni a fővároson kívül, hiszen Budapest egy nagyon nagy város. Érkezése előtt még a kalocsai történelemmel is megismerkedett. Az új angol tanár szeptember 1-én kezdett el tanítani. Köszönöm szépen! A Kalocsai Dózsa György iskola nemrégiben 3 millió forintot nyert a Hankok által meghirdetett pályázaton. Ebből az összegből az iskola kezdésre 14 darab új számítógépet vásároltak. Most a cég képviselői is ellátogattak az iskolába, hogy hivatalosan is átadják a nyereményt és megtekintsék a gépeket, illetve előadást is tartottak a diákoknak. Mint ahogy híradón korábban már beszámolt róla, egy főleg gumiabroncsok gyártásával foglalkozó cég pályázatán összesen 3 millió forintot nyert a Kalocsai Dózsa György iskola.
Ez az összeg még a nyáron megérkezett hozzájuk, melyből összesen 14 darab számítógépet vásároltak és üzemeltek is be az iskola kezdésre. Olyan helyre építettük be ezeket a számítógépeket, ahol szükség van a legkorszerűbb technológiára, ugyanis mi is követjük az iparnak a fejlődését, és sajnos nekünk is mindig aránylag a legkorszerűbb gépekre, technológiákra van szükségünk. Ezeket a számítógépeket elsősorban a KedChem informatikát tanuló diákok használják szeptember 1-e óta, de a gépgyártás technológiai technikusok is nagy hasznát veszik. Nagyon jók, ezek gyakorlatilag ilyen kis erőforrások, ezek a számítógépek, de még egyszer mondom, muszáj is volt ezeket ilyen konfigurációval összeállítani, mert az általuk futó szoftverek is igen nagy gépigényűek. A diákok viszont nagyon örülnek, tehát most tudtak először odaülni egy olyan teljesítményű számítógéphez, amely valójában kellő gyorsasággal tudja futtatni azokat a tervező szoftvereket, amelyeket mi meg szeretnénk velük ismertetni. Hétfőn a cég két képviselője is ellátogatott az iskolába, hogy megtekintsék a megvásárolt számítógépeket, illetve hogy hivatalosan is átadják a nyereményt. Roy Katalin, a Kft. Kommunikációs vezetője hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják az ehhez hasonló szerepvállalást. Olyan programot szerettünk volna létrehozni, amivel sok gyereket el tudunk érni, hogy segítsük őket a tanulásban, a jövőjük felépítésében. Ezért gondoltunk arra, hogy ahol ugye több gyerek is hozzájut valamihez, egy-egy programhoz, azok az iskolák nyilván. Tehát, hogyha az iskolákat segítjük, hogyha az iskolák felszerelését fejlesztjük, akkor nyilván ezzel a gyerekek oktatása is egy magasabb szintre tud emelkedni. A hivatalos átadás követően az iskola dísztermében egy előadást is tartottak a diákok számára a cégről és az általuk gyártott termékekről. Pénteken délután országjáró körútjának részeként érkezett Kalocsára dr. Botka László, az MSZP miniszterelnök jelöltje. A politikus programja mellett örömmel tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy pártja 2018 tavaszán Angeli Gabriellát támogatja a választókörzet országgyűlési képviselő jelöltjeként. Szeptember 15-én tartott városunkban utcafórumot Botka László, az MSZP miniszterelnök jelöltje, aki már tájékoztatója elején kijelentette, hogy 2018 tavaszán pártjával le tudják és le is fogják váltani az Orbán rendszert. Ehhez persze megfelelő képviselőkre is szüksége lesz majd, akik közül az aktuális körzet jelöltjét, Angeli Gabriellát nagy örömmel mutatta be a jelenlévőknek. Angeli Gabriella, aki talán soha nem gondolta volna, hogy politikai szerepre vállalkozik, tanárnőként, civilként soha nem volt egyetlen pártnak sem a tagja, most viszont felvállalta, hogy a demokratikus oldal az elégedetlenek képviselőjelöltje lesz a jövő tavaszi választásokon. Szeretném kérni, hogy támogassák őt. Angeli Gabriella elsőként megköszönte a Magyar Szocialista Párt támogatását, majd néhány pontban összegezte azokat a kérdésköröket, problémákat, amelyekben változást szeretne véghez vinni. Mire van szüksége a kalocsaiaknak és a Kalocsa környékén lakóknak? Hát munkára és olyan bérre, amiből el lehet tartani a családokat. A tisztességes bért fizető munkahelyek azonban csak akkor várhatóak, ha bekapcsolódhatunk az ország gazdasági vérkeringésébe. Azaz lesz hidunk. Tudom, jó párszor megígérték, hogy meg lesz a kalocsai híd, de néhány kapavágás, gödörásás már nem győz meg minket. Ugyanis önkormányzatunk képviselője szerint az 51-es út felújítására is többször ígéretet tettek, mégsem lett belőle ez idáig semmi. Majd egy újabb kényes témát is megemlített, a városunkban működő Szentkereszt kórházat. Megyei kórház fiók intézményeként működik. Na az is jut neki, ami a harmadik gyereknek. Az iskoláink vagy a bajai tankerülethez, vagy a bajai szakképzési centrumhoz tartoznak. Még arra sem telik, hogy egy kalocsai tankerületünk legyen, egy több száz éves hagyományokkal rendelkező iskolavárosban. A képviselő jelölt teljes programja itt azonban nem ért véget, hiszen fontosnak tartja a tankötelezettség korhatárának 18 évre történő visszaemelését, az első diploma ingyenes megszerzését és a közmunkások bérének rendezését is. Az érsekkertben várt az érdeklődőket szeptember 16-án Paks 2 interaktív tájékoztató járműve. A kívülbelül megújult kamion a Kalocsai Paprika Fesztiválon mutatkozott be. Az interaktív kiállítást bemutató kamion először 2015-ben őszi körútja során érkezett meg Kalocsára, amikor is a Paksi Társadalmi Tanács településeit járta végig.
Két évvel ezelőtt a látogatók interaktív felületeken gazdagon illusztrált tájékoztató anyag segítségével ismerkedhettek meg az atomenergiával, a Pakson üzemelő 4, illetve a tervezett 2 új atomerőművi blokk legfontosabb jellemzőivel. A kívül belül teljesen megújult tájékoztató jármű 2017-ben ismét útnak indult, hogy mobil látogatóközpontként megismertesse Magyarország lakosságával az atomenergiát, annak fontosságát, biztonságos és környezetkímélő felhasználását. Az előbbieken túl átfogó képet ad a látogatók számára a Paks 2 projekt eddigi eredményeiről is. Magáról az eddigi munkálatokról, az engedélyeztetési tervekről, illetve az új épülő atomerőműnek a vázlatát is meg lehet látni az egyik interaktív bemutató táblán. Valamint virtuális sétát tehetnek a kíváncsiabbak egy a Paksa tervezethez hasonló atomerőműben is. A kamion Kalocsát követően őszi körútja során a hazai radioaktív hulladék kezelésben fontos szerepet betöltő térségek, valamint Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj Zemplén megye 5000 főnél nagyobb lélekszámú települései mellett a Csabai Kolbászfesztiválon is várja az érdeklődőket október 19-e és 22-e között. A Fidesz országos választmánya minden helyi csoport számára előírta, hogy a kongresszust megelőzően bonyolítsák le tisztújító üléseiket. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség kalocsai szervezete szeptember 8-án pénteken tartotta tisztújító csoport gyűlését, ahol a megjelentek egyhangulag választották meg a tisztségviselőket. Az elmúlt 2 év munkájának elismeréseként elnöknek ismét Simon Zoltánt választották. Az alelnöki pozíciókat a jövőben Tihanyi Tiborné, Marsovszky László és Illés Attila töltik be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!